A debreceni törvényszékre több kérdés is érkezett a végrehajtási moratóriummal kapcsolatban. Ezekhez összefoglalóan a következő percekben kapnak teljes körű tájékoztatást. A közlemény értelmében 2020. március 24-én lépett hatályba az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020-as kormányrendelet. Ezzel kapcsolatban a debreceni törvényszékre több kérdés is érkezett, amelyekhez összefoglalóan a honlapon is adnak támpontot. A tájékoztatás persze nem teljes körű, de segíthet az ügyek elintézésében. A kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor. A kézbesítésre irányadó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon kezdődik újra. A jogalkotó szándéka ezzel az volt, hogy a végrehajtó ne érintkezzen fizikailag sem az adóssal, sem a végrehajtást kérővel, így a kézbesítés címzettjével sem. Amennyiben a kérelmező mégis ragaszkodik a végrehajtói kézbesítéshez, úgy a kézbesítési és így az eljárási határidő megszakad. A kormányrendelet egyik speciális rendelkezése előtérbe helyezi az adós általi, részletekben történő teljesítést, ezért a végrehajtó a pénz megfizetésére indult végrehajtásokban, részletekben történő teljesítésre vonatkozó tájékoztatással fogja felhívni az adóst a teljesítésre. Erre új formanyomtatvány lesz rendszeresítve. Fontos szabály, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárási cselekmény, illetve hagyományos árverés nem tartható. Helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható. Ezekre az eljárási cselekményekre irányadó határidő megszakad. Lényeges az is, hogy kizárólag természetes személy adósok esetében nem lehet új árverést kitűzni, és csak abban az esetben nem, ha az ingatlan lakóingatlannak minősül. A kormányrendelet új, különös felfüggesztési okként szabályozza azt, amikor az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülménynek minősül. Ez azonban kizárólag kérelemre vehető figyelembe, és kizárólag abban az esetben függeszthető fel a végrehajtás, amennyiben az adós egyéni élethelyzetére a járványügyi intézkedések kihatással voltak, például kórházi kezelésre szorul, elvesztette a munkahelyét. Moratóriumot is megfogalmazott a jogalkotó, mivel ingatlan kiürítése iránt, illetve azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani csupán a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet azzal, hogy az intézkedés, illetve eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újra kezdődik. Ez alól egy kivétel van. Ha a veszélyhelyzet a végrehajtási törvény szerinti moratórium november 15 és április 30 közötti időben járna le, mert ez esetben csupán 2021. április 30-át követő 15. napon kezdődik majd újra. A gépjárművek lefoglalásának nincs akadálya, azonban azokat ki lehet vonni a forgalomból kizárólag a veszélyhelyzet lejártát követően. A már kitűzött árveréseket a kormányrendelet nem érinti, így azokban az elektronikus árverés folyik, azonban a sikertelen árverést követően értelemszerűen új árverés nem tűzhető. A meghatározott cselekmény végrehajtási iránti kérelmet nem lehet teljesíteni, csupán a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon. Ez esetben is megszakad az eljárási határidő, és a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon kezdődik majd újra. Kivételt képez a gyermek átadására és elhelyezésére vonatkozó bírósági határozat, bíróság által jóváhagyott egyesség. Ezekben a végrehajtási eljárásokban ugyanis foganatosítani kell a végrehajtást, tehát a gyermeknek annál a szülőnél kell tartózkodnia, akinél a bíróság ítélettel elhelyezte. A gyermek védelme érdekében ez csak akkor nem tehető meg, ha azt olyan helyen kell végrehajtani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.